Hogy vagy, barátom? Hogy érzem magam? Köszönöm szépen, jól vagyok. Talán akkor is ezt mondanám, hogyha tudnám, hogy nem érem meg a holnapot. Végül is mi bajom lenne? Nem zavar a felmelegedés, akkor se, ha globális. Egészen addig nem, amíg tudom, hogy van tovább is. Elolvadnak a jégsapkák, én nem parázok közt. Legalább még főműsor időben megy a barátok közt. Nálam nem számít, hogy mit tesz az állam. Lazán megvonom, hiszen nem nyomja semmi a vállam. Maximum a pénz. A lóvé? Nagyon, az nem sok van. Lehet, hogy föntről büntetnek, amiért sosem voltam templomban. De nem nagyok az igények, majd kajálok a Tesco-ban. Az jó van. Nincs munka? Nem baj, kinek kell a meló? Maximum nem lesz jó kocsi, meg vadi új teló. Meg kaja. Vája. Hogy nincs barátnőm? Legalább nincs, aki dirigál, úgyis ő lenne kirinyál. Hogy miért szarok a fejére, ő már nem egy tini lány. Persze azért mindig megkísért a testiség. Biztos, hogy jobb kedvem lenne attól, vagy egy csinos női aktól, de én nem leszek miattuk fejhülye. Azt hiszem, most meg vagyok nélkül. De aki a kicsit megbecsüli, az nem ismer igazán nagyot álmodni. Az érdektelenségem a pajzsom, én nem fogok megváltozni. Csak remélni merem, hogy holnap egy új nap köszön be, különben belefulladok ebbe a folytók közönbe. Nem vagyok jó. Holnap? Elmondjam, mit hoz? Nem itt. Bókus kereket, csodát, meg titkot. Te változol csak. Nem persze mindenki más. Én is. Hogy is lehetnék állandó? Tegnap 40 fok volt, holnap a fagy is várható. Az időjárás a hibás? Yeah. Nem leszek ilyen közönséges, majd futhatok, ha megdobálnak, mert nem tetszik a közönségnek. Megdobálnak? Beindult bennem a stresszgép, mikor rajta kapott a tanár, hogy mással irattam a leckét. Le is szarom. A közönytől majd jobb lesz. Kortyolt az italából, és ezt mondta, hogy homeless. És jobb, ha tőlem tudod, hogy ebben a körzetben aprót se adhatsz egynek sem, mert itt senki se közvetlen. És jobb adni, mint kapni? Ez is csak egy közhely. Mindenki kapni akar, és lelépni egy közszel. Ha már a lelépésnél tartunk, ez az ország eléggé frusztrál, hogy a közérdekű közleményére egy ezressel lehúzzál. Adó van a betűkön is, ezt van 2-3 egy szótagban, de így is félre tudok tenni egy csekket minden hónapban. Lassanként, de kiürül a verseny, bedarál a kapitalista verseny, a gyengele olvad, örök harc maradt és szintiszta hit, mert barátom már régóta senkit nem érdekel, hogy vagy.